Közép-Európa új regionális központja. Nagyváradon mutatta be a polgármester Debrecen gazdaságfejlesztési eredményeit. Új képalkotó diagnosztikai rendszer. Az új készülék forradalmasíthatja a méhnyakrák szűrést. Véget ér az NB3-as bajnokság. A Deac focistái vasárnap veszik át az ezüstérmeket. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió híradója a napszemle. Május 27-e péntek van, mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Debrecen, mint Közép-Európa új regionális központja. Ezzel a címmel tartott előadást csütörtökön Nagyváradon Papp László. A polgármester a Festum Varadinum rendezvénysorozat részeként megrendezett gazdasági konferencián mutatta be Debrecen gazdaságfejlesztési eredményeit és középtávú céljait. Papp László kiemelte, a sikerhez az infrastruktúra mellett átfogó oktatási és kulturális fejlesztésekre is szükség van. Zsúfolásig megtelt a nagyváradi püspöki palota alaksori rendezvényterme. Üzletemberek, cégvezetők és pénzügyi elemzők voltak kíváncsiak Debrecen gazdaságfejlesztési eredményeire és távlati céljaira. Papp László előadásában úgy mutatta be Debrecent, mint Közép-Európa új regionális központját. A polgármester a 2015 és 22 közötti időszakról szólva elmondta, több mint 3 milliárd euró működő tőke érkezett a városba, bőven 10 000 fölötti új munkahelyet létrehozva, de 2020-ban még így is csak 2,8%-át adta az ország ipari termelésének. Szerinte ez változni fog. Magyarország ipari termelésének súlya az nyugatról inkább keletre tevődik majd. Debrecen akár egy 16,3%-kal, tehát több mint 16%-kal vehet majd részt a 30-as évekre az országipari termelésében. A polgármester hozzátette, a gazdaságfejlesztési sikerek mellett, amit most leginkább a BMW megjelenése fémjelez, infrastruktúra, oktatás és kulturális fejlesztések is zajlanak a városban. A fórumon Baksai Gergely, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági elemzésekért és versenyképességért felelős ügyvezető igazgatója az inflációról és a magyar gazdaság kilátásairól beszélt. Nem tudok túl jó hírekkel szolgálni a következő hónapokban, vélhetően még az infláció emelkedése várható, jó esetben alacsonyabb ütemben, mint eddig. A jegybank a pénzromlás mértékét idén 7,5 és 9,8% közöttire várja. Az ügyvezető arról is beszélt, hogy a 2022-re tervezett 4,9%-os költségvetési hiánycél teljesítéséhez kiadáscsökkentés és adónövelés kell, amit a kormány tegnap bejelentett intézkedései is támogatnak. Éjfél óta már csak magyar rendszámmal lehet kedvezményes áru üzemanyagot tankolni. A hír megjelenése után tegnap este hatalmas tömeg indult meg Románia felől a magyar határhoz közeli benzinkutakhoz. A kormány csütörtöki bejelentése után ezrek indultak a magyarországi töltőállomásokra. Berettyóújfaluban például este 10 órakor is szinte csak román rendszámú kocsisor kígyózott benzinért. Információink szerint a határhoz legközelebbi kúton már kora estére elfogyott a kedvezményes hatósági áras üzemanyag. A félreértések elkerülése érdekében fontos tudni, hogy külföldi rendszámú autók továbbra is tankolhatnak Magyarországon, de nekik mostantól már a jóval magasabb piaci árat kell fizetniük. Jelentős területfejlesztési többletforráshoz jutott Hajdú-Bihar. A megyei önkormányzat gyógyfürdő fejlesztési koncepciót fogadott el a fenntarthatóság jegyében, és hatékonyan működik a jégkármérséklőrendszer térségünkben. Egyebek mellett ezekről volt szó a megyei közgyűlés pénteki ülésén. A jégkármérséklőrendszer 4 éve működik, a hajdú-bihari tapasztalatok nagyon kedvezőek. Míg korábban a jégesők harmada, negyede okozott kárt a megye mezőgazdaságában, ez mostanra 6-9%-ra csökkent. A megyei közgyűlés ülésén Szólát Tibor adott tájékoztatást a jégkármérséklés eddigi térségi eredményeiről. A hajdú-bihari agrárkamara elnöke kiemelte, ez a rendszer nem oszlatja el a felhőket és nem okoz a szájt. Csak a jég frakciójának a nagyságát tudja befolyásolni, magát az esőnek a mennyiségét, a víznek a mennyiségét nem képes befolyásolni ez a rendszer. A megyei közgyűlés módosította a 2027-ig szóló integrált területi programot. Egyrészt a települések
települések igényeinek megfelelően átcsoportosítottak forrásokat az egyes területek között, másrészt 11 milliárd forint plusz pénzt is beépítettek a programba. A keretösszeg így már 127 milliárd forint lesz. Több olyan területre kaptunk többletforrást, ami korábban nem volt ebben a rendszerben. Az aktív turisztikai fejlesztésekre kaptunk több mint 4 milliárd forintot, köznevelési intézmények fejlesztésére kaptunk keretet, 4-5-ös számjutak fejlesztésére, energetikai fejlesztésekre, gyógyfürdők fejlesztésére. A megyei közgyűlés elfogadta a Hajdú-Bihar és Borsodabaú-Zemplén megye közös gyógyfürdő fejlesztési koncepcióját is, ami az egészség megőrzését és a fenntarthatóságot szem előtt tartva jelöli ki az ágazat továbbfejlesztésének irányait. Gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a méhnyakrák szűrés azzal a konzorciumi fejlesztéssel, amiben a Debreceni Egyetem is részt vett. Egy 3 éves projekt lezártával elkészült a prototípusa annak a képalkotó diagnosztikai rendszernek, ami forradalmasíthatja a méhnyakrák szűrést. Amellett, hogy jelentős segítséget nyújthat Magyarországon a betegség kiszűréséhez, a nemzetközi piacra is kikerülhet az automatizált rendszer. Magyarországon csaknem 400-an halnak meg méhnyakrákban. Ha a betegséget időben felismerik és kezelik, végzetes kimenetele 70%-kal csökkenthető. A védőoltás mellett a szűrés is fontos lehet a megelőzésben. Ebben pedig jelentős előrelépést jelent a Delta Services, a SiteSpot Network és a Debreceni Egyetem közös fejlesztése. Hajdú András, a Debreceni Egyetem informatikai karának dékánya azt mondta, elkészült annak a képdiagnosztikai rendszernek a prototípusa, ami képes a citológiai kenetek vizsgálatára és a méhnyakrák jeleinek felismerésére. Orvosok, klinikusok által negatívnak talált eseteknek van egy kötelező utánszűrése, és ezt tudja ez a rendszer majd, hogyha ténylegesen elkészülhet a végleges verziója, ezt a fajta leletezést, másodlagos leletezést megcsinálni. Tehát itt nyilván ez lenne a cél, hogy elkapni minden olyan esetet, ami rákos eset lehet. Az uniós támogatással kifejlesztett mélytanulási technológiára épülő rendszernek számos előnye van. Erről már a konzorcium Delta csoportjának vezetője beszélt. Bidra László kiemelte. A kenetvizsgálatok nagyon időigényesek és költségesek. Az új fejlesztés ezekre is megoldást jelent, csak úgy, mint a szakemberhiány okozta fennakadásokra. Gyakorlatilag ezt a folyamatot egy gépi, analitikai módszerrel tudja elemezni, ugye így előre tudja vetíteni az esetleges elváltozásokat. Ugye mivel itt egy mesterséges intelligencia dolgozik, ezért egyértelműen ugye olcsóbbá lehet tenni ezt a technológiai folyamatot és ezt a vizsgálati folyamatot gyorsabbá, olcsóbbá, hatékonyabbá. A tervek szerint ez a projekt nem csak az egészség megőrzés szempontjából hasznos, de erősítheti Magyarország versenyképességét is, hiszen a fejlesztéssel a nemzetközi piacra is ki lehet majd lépni. Debrecen és Hajdú-Bihar az ország legbiztonságosabb városa, illetve megyéje. Ezt támasztják alá a bírósági adatok, hangzott el a debreceni ítélőtábla és a törvényszék 2021-es beszámolóján. Érezhetőek a városban a közbiztonsági intézkedések, és nőtt a nyomozási eredményesség is. Ezek ugyanis visszafogták a bűncselekményeket, hangzott el a mai tájékoztatón. A büntetőperek száma járásbírósági szinten például 15%-kal csökkent. Az ítélkezés a koronavírus járvány ellenére is hatékonyan működött. A törvényszéken korábban bevezetett távmeghallgatási rendszert csaknem 900-szor alkalmazták. Tavaly egyébként több mint 26 ezer szabálysértési ügyet tárgyaltak. A másik legeredményesebb terület 2021-ben a közigazgatósági ítélkezés volt. Ebben az ügykategóriában a debreceni törvényszéknek magas ügyszámokkal kellett megbirkóznia. Nagyon szépen helytálltak a kollégák, és egy olyan időszerűséget tudtak párosítani a befejezés számok mellé, mely alapján az mondható el, hogy nagyságrendileg az ügyeknek a 90%-a egy éven belül befejezést nyer. Környezetvédelem, újrahasznosítás, innováció. Ezek voltak a legfontosabb témái a Debreceni Egyetem, az Atommagkutató Intézet és a Megyesi Ferenc Gimnázium Művészeti Szakgimnázium és Technikum közös tehetséggondozó projektjének. A középiskolásoknak szóló program záró konferenciáján a diákok olyan pályamunkákat mutattak be, melyeket országos versenyekre is beneveztek. A palackalját levágjuk.
Farkas Máté végzős gimnazistaként villamosmérnöknek készül. Ő pályamunkaként egy filament előállító gépet készített, ami a 3D nyomtatáshoz szükséges alapanyag. Az indítatás az pedig lényegében az volt, hogy a saját háztartásunkban csökkentsük a műanyag hulladékot, és a széles körben elterjedt 3D nyomtatásnak teremtsek elő alapanyagot, filamentet. A leadott munkák többsége a környezetvédelem és az újrahasznosítás jegyében készült. Tavaly szeptemberben 24 diák jelentkezett a Debreceni Egyetem fizikai innovációs kutató műhelyébe, akik felkészítő tanáraik segítségével a mérnöki tudományokkal foglalkozhattak. Partnerek vagyunk a Debreceni Egyetem fizikai innovációs kutató műhelyével, és az ottani mentorok segítségével dolgoztak tanulóink tudományos projekteken, főként szenzoros mérésekkel foglalkoztak. A gimnázium, az egyetem és az Atommag Kutató Intézet közös projektjére a természettudományok, a matematika és a technológia iránt fogékony középiskolások jelentkezését várták. A kutatóműhelynek kettős célja van. Egy, a Debreceni Kutatóintézet és egyetem felé terelni érdeklődő diákokat, kettő, érdeklődő diákoknak adjunk kutatási témát. Tehát a kutató műhely ezzel a két céllal jött létre. A projekt sikerességét jelzi, hogy a záró konferencián bemutatott innovációs ötletek és alkotások közül többet országos versenyekre is beneveztek. Ifjú kiválóságok mutatkoztak be ma a Debreceni Tehetséggondozó Diák Konferencián. A megnyitón elhangzott, hogy az oktatási intézmények és a város is abban érdekelt, hogy az itt végzett középiskolások a Debreceni Egyetemen folytassák tanulmányaikat, később pedig itt találjanak majd jól fizető munkát is. Évről évre egyre nívósabb előadásokkal lepik meg az Ady Endre Gimnázium diákjai a városlakóit. Az intézményben sorra nevelődnek a jövő színészei és előadó művészei. A város számos iskolájában felfigyeltek a tanárok tehetséges gyerekekre, akikből megfelelő mentorálással kiváló szakemberek válhatnak bármely területen. A Debreceni Tankerületi Központ ma tartotta 6. tehetséggondozó diák konferenciáját, amely mára országos méretűvé nőtt. A döntőbe 7 tankerületi központ 24 diákja került be. A megnyitón elhangzott, azt szeretnék, hogy minél többen megismerjék a jövő reménységeit. Az kevés, hogy az itt elhangzó kutatási eredményeket csak a falon belül lévők lássák és hallják, úgyhogy titkos vágyunk, hogy szeptemberre könyvformájában látjuk és halljuk ezeket az előadásokat QR-kóddal ellátva, hogy ne csak a könyvlapjain, hanem az internet világába is elérhetőek legyenek. A város, a tankerületi központ és az egyetem közös célja, hogy a tehetségek itt folytassák felsőfokú tanulmányaikat, később pedig helyben kamatoztassák tudásukat. A Debreceni Egyetem várja az ambíciózus fiatalokat, akiknek már a felvételi eljárásukat is megkönnyítenék. Hogy nem sokára közzé is fogjuk tenni, keressük annak a jogi lehetőségét, hogy a kiválóságok idővel a Debreceni Egyetemre úgy bekerülhessenek, hogy pluszpontokat kapnak a felvételiken. Ez ugye régen is volt, majd egy időben eltűnt, most megint szeretnénk, hogy legyen. Nagyon fontosnak tartjuk ezt. A tehetséges debreceni fiatalokért közalapítvány a legjobbakat díjazta is a rendezvényen. Rendkívüli időutazásra hívja az érdeklődőket a Modem, Modern és Kortárs Művészeti Központ. Holnap nyílik a Lakner László képzőművész életművét megjelenítő tárlat, amely szeptember 11-ig látogatható. Több mint 100 műtárgyat állítottak ki a Modem falain, ami a művész munkásságát mutatja be az 1950-es évektől egészen napjainkig. Lakner László a hazai neoavangárd legfontosabb alkotói közé tartozik. Életművét gyökeresen eltérő stílus tendenciák jellemzik, melyek mind megjelennek az Alter Ego címet viselő tárlaton. A mai sajtóbejáráson Puskás István alpolgármester úgy fogalmazott: holnap egy olyan retrospektív kiállítás nyílik a Civisvárosban, amelynek a jelentősége túlzás nélkül országos, sőt nemzetközi. Lakner László a mai képzőművészet, a mai magyar képzőművészet egyik kiemelkedő alakja, nemzetközileg is magasan jegyzett művész, és az, hogy Debrecenben, a Modemben egy áttekintő, összefoglaló kiállítás nyílik az ő életművéből, körülbelül 100 alkotásán keresztül, és kibontja ezt az életművet, ez messze túlmutat a város határain.
A háromszoros Oscar-díjas magyar zeneszerzőre, a 115 éve született Rózsa Miklósra emlékeznek ezekben a napokban Debrecenben. Most került ki a nyomdából a 40 éve kiadott és most magyarra fordított Rózsa Miklós Kettős élet című önéletrajzi regénye, és Hubay Gergely a hollywoodi film és komoly zeneszerzőről készített könyve is. A köteteket kiadó Hollywoodi Magyar Örökség Társaság létrehozását kezdeményező Halász János országgyűlési képviselő azt mondta, fontos emlékezni a magyar kultúra hírnevét öregbítő magyar művészekre. Ezeket a művészi teljesítményeket a kormány és Debrecen is támogatja. Somogyi Tóth Dániel, Debrecen főzeneigazgatója, a szerzőt méltatva azt mondta, az évadzáró koncerten olyan alkotásokat is hallhat a közönség, ami bizonyítja, hogy Rózsa Miklós klasszikus művei együtt említhetők a legnagyobb szerzőkével. Vasárnap véget ér az NB3-as labdarúgó bajnokság. A Deac a Salgótarján, a DVSC 2 pedig a Tiszaújváros ellen zárja a szezont. Két hete 8-0-ás győzelemmel biztosította be második helyét a Deac a Tája ellen, az idény legnagyobb különbségű győzelmét aratva. Sándor Tamás együttese azóta a Sínyű otthonában x-elt. Ellenfele a Salgótarján hiába gyerte meg az előző két találkozóját, biztosan kieső helyen végez. Az őszi odavágón 1-0-ra nyertek a debreceniek, akik most is esélyesnek számítanak. A mérkőzés vasárnap délután 5 órakor kezdődik. A hazaiak a lefújás után veszik majd át ezüstérmeiket. Ezzel egy időben a Kisloki Balmazújvároson fogadja a Tiszaújvárost. Eddig tartott ma a napszemle. Riportjainkat keressék a dehir.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen és a Dehír mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb vasárnap este 7-kor jelentkezünk. Szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!